Magamba építem mindazt, amit kaptam, környezetemtől, szüleimtől, és így készülhetek egy olyan idősödésre és öregségre, ahol valójában tudomásul veszem, hogy van egy biológiai korom, és hálát adok, hogy ezt elértem. Ugyanakkor előttem a sok-sok cél még. Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk! A genetikánk, a körülményeink vagy a gondolkodásunk vajon mi határozza meg az öregedésünket? Hogy magunk várjuk el halált, vagy derűsen nézünk-e a nap kihívásai elé? Lehet-e tanulni a boldogságot, és hogyan segíthetnek ebben a tudatos döntéseink? Professzor dr. Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, professzor Emerita, a mai spiritus vendége. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és önt is. És akkor csapjunk is a közepébe. Valóban döntés kérdése, hogy hogyan töltjük az idős napjainkat, hogyan öregszünk meg nagy mértékben igaz, csak megerősíteni tudom, hiszen az egész életvezetés az egy részint minta vezérelt folyamat, részint pedig tudatos, önismereten nyugvó olyan döntés, hogy mit szeretnénk, és erőfeszítést teszünk, hogy el is érjük, amit szeretnénk. Nos, tehát az idősödésnek van egy természetes folyamata, mint ahogy a természetnek ciklusai vannak, az emberi sorsmenet is olyan, születünk, felnövünk, kiserdülünk, felnőtté válunk. És aztán elkövetkezik egy olyan gyönyörű életidőszak a generativitás fázisának, nevezte Erik Erikson pszichológus, aki azt mondta, ezek után jön egy olyan időszak, amikor, mint a természet is úgy elcsitul, és úgy elindul a megpihenés felé, az emberi szervezet is, mindazt, amit addig begyűjtött, szüldi gyermekeket, nemzet gyermekeket, családot, és így átadta alkotó erejét, mindazokat az erőket, amiket összegyűjtött gyerekkorában visszaadta, mint egy a generativitás fázisában a világnak, és aztán a begyűjtött javakat idősként élvezi, eljön az a lenyugvás, lecsitulás időszaka, amikor is már rákészülünk arra, hogy elmegyünk ebből a világból. Világnézet kérdése, hogy ki mit gondol, merre, hogyan. A természetes, tehát természeti folyamatokat tekintve azt mondhatjuk, Korábban egészen másként együtt lélegezve élve a természettel jutott el az ember oda, hogy körülbelül hány éves korában került be, szociálisan is betagozva, a társadalom által, mint egy beszólítva az idősek sorába. Amikor teljesítette már a szülői, kötelezettségeit, és amikor már a munkából is, mint egy belefáradva kifelé tartott, általában 50-60 éves korban már elindult az idősödés az idősödés olyasféle folyamat, ami, mint mondom, természeti és természetes, el kell fogadnunk, hogy vannak genetikai komponensei, de nagyon erős a szociális, amiről már a bevezetőben is beszéltünk, hogy hogyan hatnak ránk, mit várnak el tőlünk az adott korban, méltók vagyunk-e ahhoz, mint amit az adott korra jellemzően elvárnak tőlünk, és hogy mi mit szeretnénk az életünkkel kezdeni. Én magam azt a pozitív pszichológiai álláspontot tettem magamévá, és nagyon sokféle nézet van, hogy elfogad vagy van szubjektív öregség, hogy érzem magam a bőrömben, van kronológiai öregség, amikor is az életkorom alapján valahová besorolnak, és vannak a szociális hatások, amelyek koronként meghatározzák, hogy körülbelül mi az elvárás, és ma a pozitív pszichológia szellemiségében, hál' Istennek, ez nagyon egyezik azzal az állásponttal, hogy tulajdonképpen az egész élet egy szüntelen fejlődés, fejlődés, mert minden életszakasznak megvannak a maga kívánalmai. Mit kíván tőlem egy bizonyos életkor, ha kisgyerek vagyok, hogy tanuljak, hogy kapjak. És aztán eljutok oda, ahol már én tudok adni, tudok szeretetet adni, és párkapcsolatot létesíteni. Tudom a képességeimből visszaadni mindazt, amit begyűjtöttem. És aztán eljutok ugye ahhoz az időszakhoz, amikor megint csak lesz egy másik feladatom, az élet közép egy kritikus pont, Carl Gustav Jung alapján merem ezt mondani, ugye fön vagyunk a csúcson az élet középen, ezt ma, mai korban 40 éves, 40 körüli időszakban határozzák meg, úgyhogy hogy bizony 40 és merem mondani 50 között vagyunk fenn a delelőn, ahol legjobban süt a nap, a csúcsot egyébként latinul klimaxnak nevezzük, ennek a jelentését sajnos elég negatív értelemben is sokan használják, de ne így tekintsünk rá. Úgy mindenkit arra biztatok, hogy próbáljunk most egy olyan szemléleti fordulatot felvenni, hogy akárhogy vagyunk szubjektíve az életkorunkkal, bárhol tartunk ebben. Gondoljuk csak el, hogy bekerültünk egy olyan korszakba, amikor már a delelőn túl, már gyerekeink lassan felnőnek, mire nagyjából 50, 60, 50, 55 évesek vagyunk, a gyerekek is repülnek, akkor lesz egy üres fészek helyzet. Ezek azok az általános szociális és társadalmi evolúciós szakaszok, amik kihívások, feladatok. Hogy fogadjuk ezeket a feladatokat? És úgy fogadjuk, hogy a kihívás pozitív, mert megküzdünk vele, megküzd a magára maradó pár optimális esetben, ha valóban pár és együtt maradnak, hogy hogyan tudják újra szervezni az életüket. Hogyan tudnak ketten olyan szövetségben egymásra találni, mint ahogy Leonardo da Vinci mondta, hogy nézd csak két oszlop, mi terhet elbír, de ha összehajol és boltívet alkot, a világ terhét is kibírja. És hogy vajon tudunk-e aztán ilyen szövetséget alkotni, miután már nem a gyerekek a lelki gond, a fizikai gond, hanem amikor az élet minőségének a kidolgozása a gond. És aztán ugye nagyon kritikus ebben az időszakban, amikor idősödünk, az idősödésnek ugye vannak természetes fizikai jelei is, magától értetődő. Nőknél és férfiaknál nyilvánvaló ez a bizonyos idősödési korszak belehajlás az őszbe, hogy úgy mondjam. Ez olyan észrevehető tünetekkel jár, amiket másként érték el a nő és a férfi. De ez azért van, mert a kultúra olyan parancsokat állít elénk, hogy a nők elé szépségideálokat állít. Az anti-aging, a kortalanság mítosza azt parancsolja, hogy te csak őrizd meg azt, aki voltál, azt a fiatal fizikai énedet. Ez Éppen olyan, mintha nem engednénk, hogy a fa levelei elkezdjenek más színeket ölteni ősszel, pedig olyan nagyon gyönyörű. Tehát, hogy valamit használni abból dacára a korszellem kívánalmainak, ami a természetes és a természeti elfogadni, hogy megjelenik az első ősz hajszál. De máig nem felejtem el, hogy valóban nekem, mikor az első ősz hajszál megjelent a hajamban, úgy ja, nagyon szeretem a verseket, és József Attila szólalt meg bennem. Bennem a múlt hull, mint a kő, az űrön által hangtalan, elleng a néma kék idő, kora ősz csillan a hajam. Észrevesszük, hogy valami változik, valami már nem az az ifjúi szín, nem az az ifjúi külső, Szarkalábok a szem körül kicsit gyűröttebbek vagyunk, igen, de mégis önmagunk vagyunk. És itt az identitás fogalmához azért kapcsolódnék, mert tulajdonképpen ez a pozitív fejlődésmenet, hogy az egész életet úgy szemlélni, hogy egy csodálatos út, egy vándor út amelyen elindulunk talentumokkal. Gazdánk, az Úristen, a Teremtő, hiszén hívő vagyok, és így, így, értelmezve szeretném ezt mondani, ránk bízta a talentumokat, ott szunnyadnak a génekben. S vajon hogyan fogunk ezekkel a talentumokkal gazdálkodni? Segíti-e a környezet, hogy ezekkel tudjunk gazdálkodni? Felismeri-e, hogy a talentumok életre hívható, azaz, hogy hasznosíthatók, Lehetséges, hogy így tehetségek fölismerésére is sor kerülhet. De az életúton megküzdöke az élet akadályaival és az adott életkor feladataival. És így, amikor már túl vagyok a nehezén, hogy úgy mondjam, és már megépítettem a személyiségem lelki házát. Valójában egy családnak is van egy olyan Műalkotása, ami a család maga. A család egy műalkotás. Most az a kérdés, hogy mikor építem a házamat, a családomat, vajon akkor összetöröm-e, hogyha nem tetszik, hogy nem jól húztam fel a falakat, vagy nem tudom, hogyan folytassam ezt a metaforát, vagy megpróbálom, hogy korrigáljam, de ha én olyan szépet szeretnék, hogy az olyan legyen, ami méltó az életemhez, akkor azért igyekszem, hogy minél inkább közelítsem azt, ami a vágyott cél, amiben úgy érzem, hogy önmagam vagyok, identitásom, önazonosságom, aki vagyok a világon, az be tudom építeni a családi alkotásba is. Mert igenis alkotás az élet, egy műalkotás. És hogy hogyan sikerül, az nagy mértékben függ a befektetettektől, és hogy mennyire fogadom el az életet úgy, hogy kihívás, hogy próbatétel, megmérettetik az ember. És hogy vajon hiával találtatik-e? Vagy valóban úgy van, hogy befektetve küzdő energiáinkat, pozitív módon viszonyulva a feladatokhoz, úgy küzdünk meg velük, hogy ebből valahogy azt érezhessük, hogy győztesen kerülünk ki. Hogy most éppen ezeket a gondolatokat így kiemelem, oka van, mert ugye a Covid időszak alatt is nagyon erősen a túlélés pszichológiájának az üzenetei szólnak, és üzennek nekünk, hogy hogyan tudunk talpon maradni, egészségesek maradni, hogy hogyan őrizzük meg lelki erőnket, hogy az egészségben is tudjunk maradni, hogy túléljük ezeket a viharok, és bizony részint az identitáspszichológia, Erikson fejlődés modellje, ez a pozitív, hogy halálunkig fejlődik az ember, a az adott kor szükségleteihez tud igazodni. Másrészt pedig a túlélés pszichológiának az a csodálatos üzenete, hogy küzdj meg vele, légy bátor! Tekintsd az új helyzeteket olyan kihívásnak, ahol csak próbatétel elé vagy állítva, hogy meg tudsz vele küzdeni, hogy felveszed a helyzet, adta a feladatot, vagy megpróbálsz kibúvókat keresni, megpróbálsz mellékutakat keresni, és ez a pszichológia, ami a túlélés erőit koncentrálja és bizonyítja, hogy hogyan lehet túlélni a nehézségeket, arról szól, hogy elfogadjuk a kihívásokat, hogy szembe megyünk. És így jutunk egy olyan idős korhoz, ami életkor szempontjából különböző, nagyon különböző lehet. A kronológiait nyugodtan félre is tehetjük most. És azt gondolom, hogy aki kihívásként tekintette a fiatal korában is az életre, az talán időskorában is így tesz, és annak könnyen az idősödés. De mi van azzal, aki egész életében, ha úgy tetszik, rosszul állt az élethez, csak éppen időskorában az idősödés folyamán derül lesz ki, és szembesül vele. A gondolkodásunkat tudatosan tudjuk változtatni, akár még az életünk delén túl is? Egész határozottan, hiszen ahogyan a világról gondolkodunk, a világ világszemlélet, világnézet, a világról alkotott ítéletek, mind gyermekkorunkban tanult olyan belső programok, amelyek mind kötődnek a szocializációhoz. És ezért tulajdonképpen helyes lett volna talán az egész idősödést olyan módon indítani, hogy de az ott kezdődik, hogy én hogyan ismerem meg az egész életet, mint pici gyerek, Szocializációban, környezetemben, mik a minták, mit látok, mik azok, amelyek milyen imprintálódnak, bevésődnek, hogy lézek az idősekre, hogy bánunk az idősekkel, hogy viszonyulunk hozzájuk. És így a saját előrevetülő, esetleg félelemteli időskort nyilván az befolyásolja, hogy milyen félelmek azok, amik. Magunkkal vittek az időskorba, hogy mi történik az emberrel, amikor megidősödik. Egy olyan szociális világban, ahol a család teljesíti azt a rendeltetését, hogy valóban mindazokat, akik vérszerinti tagjai, olyan módon vállalja az életük sorskövetését, a róluk való gondoskodást, hogy nincs az a félelem, hogy esetleg időskorban magunkra maradunk, csak hogy nagyon sajátosan alakult a mi emberi világunk, különösen az utóbbi, mondjuk 2000 óta mondhatom, az ezredforduló óta igen nagy hangsúlyt kaptak bizonyos tendenciák, Ilyen tendencia az, hogy a nők túlélik a férfiakat, hosszabb életűek a nők. Nagyon sokan maradnak így magányosak, de miért? Hol van a családjuk? Hát éppen ott, hogy az ifjak szányra kelnek, és noha elég nehezen, de hozzásegítettük őket esetleg ahhoz, hogy önálló életet kezdjenek. De ma már nem működik az a nagy család eszmény, hogy együtt, összefogva, válvetve, egymásról gondoskodva, hanem tagozódott, atomizálódott a világ. Ráadásul egy olyan folyamat eredményeként, ami a konzumizációhoz köthető globalizáció-konzumizáció fogyasztói kultúra. Nem vettük észre, hogy úgy bánunk most már az emberekkel, mint a tárgyakkal, hogy fegyetejére állt a világ. Normálisan az embereket szeretjük, a tárgyakat használjuk. Ma fordítva van. A tárgyakat szeretjük, az embereket használjuk. És nagyon paradox a dolog, ez az elidegenedés, vagyis egymással összekötő lelki kapcsolataink meglazultak, ezért a magára maradás érzelmileg és lelkileg nagyon gyakori. Sajnos együtt élő emberek között is van egymás mellettiség, ahol Egók élnek, ének, önálló emberek, élnek egymás mellett úgy, hogy lényegében egyfedél alatt, de az a kötelék, ami minket összeköt, az összetartozás, az odatartozás, a ragaszkodás, a kötődés, a felelősségvállalás, szolidaritás, altruizmus, így sorolhatom. Ezek mind magas emberi minőségek. Csak hogy úgy van, hogy különös dolog történt, mert azok az emberi képességek, amelyek nem mérhetők jól, mert minőségek, nem tudod a pozitivista-empirista kutatás szám kereteibe besuszakolni, hogy milyen mértékben lelkismeretes, hogy milyen mértékben tud szeretni, stb. Tehát ezek a minőségek, ezek tulajdonképpen nem kerültek kellően a pszichológia vagy a tudomány homlokterébe, de ezek mindazok a természettudományos dolgok, amik fizikailag vagy gazdaságilag az életet megsegíthetnék, azok nagyon szárnyalnak, és egy aránytalanság következett be. Az ős erők, a hatalom és a szeretet két alappillére szempontjából a hatalom felé a javak megszerzése, a természet átalakítása, uralom a világ fölött, uralom a természet erői fölött. Az ember a tudományon óriási haladást tett, és lemaradt a másik oldal a szeretet, az összetartozás, a ragaszkodás, a kötődés, és ez a bizonyos érzelmi oldal, ami így lemaradt, ez nagyon nagy károkat okozott. Mert hogy úgy van egyensúly a világban, hogyha a hatalmat nem fékezi, szelédíti a szeretet és nem parancsolja rá, hogy te is szolgáld az embert, azért van hatalmad, hogy az emberi életet szolgáld. És mivel nem ezt teljesíti, nem ezt a küldetését, maga a tudomány is bizonyos értelemben korumpálódik. Mert ha odaadja magát, hogy atombomba legyen, és nem valami pozitív az emberi élet szolgálatában, akkor nagy ártalomra van. Ugyanígy még egy mondat a konzumizációhoz, akkor, amikor, Elkezd az emberi kapcsolatokban olyan fogalomtár tár, nyelvhasználat érvényesülni, hogy összebútorozunk például. Hát milyen kifejezés ez? Lelkeket nem tudsz úgy összetolni, hogy harmóniába kerüljenek. A túl korai szexuális... Ugye a szexes forradalom és a korán megkezdett szexuális élet fizikaivá degradálja azt a szentséget, amit egyébként két embernek a szerelme és szimbiózisa létrehoz a világban. És tulajdonképpen a, a, a szakrális vagy minőségi szintek le vannak faragva mindenhonnan. Lemarad mindenhonnan, ami a minőség. Párkapcsolat, a mi a minősége? A szeretet, az összetartozás, a szolidaritás, a szövetségvállalása, elköteleződés, felelősségvállalás. Hát a felnőtti életnek Erikson, az identitás megalkotója, ezt a kritériumát adta, tudsz felelősséget vállalni tudsz elköteleződni, és tudsz adni. Gyerekkorodban folyton kaptál, most már nem mondd, hogy jár neked bármi is, nem jár semmi, add. Add azt, amit van. És tulajdonképpen itt tudok visszakötődni oda, ebben a nagyon eldologiasodott világban, hogy az időskorra is, mint életminőségre nagyon másként tekinthetünk. És akkor válasszuk szét a pozitív pszichológia általam képviselt, és Erikson által is felvázolt, csak éppen ő a saját elgondolás rendszerébe, hogy az életkorok identitás feladataira építette a szüntelen fejlődés gondolatát. A pozitív pszichológia pedig pozitív öregedésről beszél. Ugye Ole Attila, az ELTE professzora 7602 emberrel vizsgálta meg Magyarországon, hogy vajon most milyen az idősödési és öregségi életérzés. És hát ugye egészen világosan kiderül, hogy a minőségi idősödés, minőségi időt mondtam majd nem, de hát benne van, a minőségi idősödés az, amikor úgy élünk, hogy azt a korszakot fogadjuk el természetesnek, és éppen soron következőnek, aminek a feladataival, derűvel, erővel úgy küzdünk meg, hogy kihívásnak tekintjük, és ezért mindazt, ami korábbi hozományunk, hiszen a szocializációban jól föltöltik a mi puttonyunkat mindenféle viselkedésmóddal, szemléletmód, gondolkodás, hogy te félje az élettől, hogy úgy tekintsd -e a világot, hogy, hogy kerüld a problémákat, kerüld a konfliktusokat, söpörd a szőnyeg alá a bajokat. Ez egyfajta életmód, ami kilátástalan a jövővel kecsegtet. Míg viszont az a szemlélet, gondolkodásmód, hogy milyen jó, hogy minden helyzetnek van valami pozitív üzenete, a legrosszabb is. A legrosszabbnak azért van pozitív üzenet, hogy tanulok a káromból vagy a, a hátrányaimból. Egy a lényeg, a túlélés, az élet, az élet megőrzése, élet és egymás életének a megőrzése. És tulajdonképpen a pozitív pszichológia mindazokat, amik velünk hozott a putonyba rakott szocializációval, Elszenvedett negatívumok, mint a pessimizmus, mint a, a negatív gondolkodás, az olyan ö, fajta ö, automatikusan beütő gyerekkorból hozott negatív gondolatok, amelyek tényleg fölöslegesek, azok mind letehetők legyenek. És azért van a pszichológiának jelentősége, mert megtanít, hogy hogyan legyünk, hogyan váljunk például optimistává, ilyen derülátóvá, hogy minden helyzetnek nézzük meg, hogy mi az, ami benne az érték számomra és szeretteim számomra való, számára való üzenet, mi az, amit tanulhatok belőle, mi az, ami előre visz engem és másokat. És nagyon sok eset van, ahol bebizonyítja a saját maga ez a szemlélet, hogy ezzel az ember derűvel, jó egészségben, bizakodással, lelki és fizikai erőinek a teljességében tud haladni az életúton. És mivel minden mindennel összefügg, a pszichoszomatika tudománya elénk állította azt a modellt, ha derűs vagyok, ha optimista vagyok, maga a szervezetem termel olyan hormonokat, amelyek vitalitás generátorok, életerő serkentők. A kötődés hormon, szeretett hormon, oxitocin. A fájdalmat megszüntető endorfin, amelyik ugyanakkor, hát belső morfium, ötvenszer erősebb, mint a mesterséges morfium, a kedét javítja, de hát ezek mind a szervezetem bölcsessége által termelődnek, de mi kell ahhoz, hogy az legyen a mentális központi üzenet, hogy jól van, vállalom a kihívást, megküzdök a helyzettel, begyűjtöm erőimet, és így olyan hormonok segítik ezt a működést, ami nem csak az egészséget biztosítja, hanem a megküzdés erőit is lehetővé teszi. Lassacskán ugye tudom, hogy az idősödés felé kellene haladni így az úton, tényleg csak a folyamatnak az attitűdjét, viszonyulásmódot ö, tekintve tudok beszélni ilyen, vagy olyan időskorról. Életkor szempontjából minden korszak valahogy befokol. Most például az idősödés határa 60 éves kor, 60 fölötti időszak, de hát tulajdonképpen idősnek bizonyos kultúrákban a nyugdíjba vonuló ember tekintik. Mert ugye a nyugdíjazás szociálisan egy lágerhelyzetet teremt, és identitásban egy nagy fordulatot, mert azt a fajta szociális identitást elveszi, aki, amin keresztül akár évtizedeken át meghatározta az én személyemet, a világ, és én önmagamat. Vagyis, hogy kinek néz engem a világ, és kinek tartom magam? És amikor lenullázódik az a szerep, amiben valaki voltam, akkor muszáj ebben a vákumhelyzetben illeszkedve az adott korszak kihívásaihoz, sőt már jó előre is, arra gondolni pozitív módon, hogy amikor majd arra felszabadul időm, hogy nem arra az munkára fogom esetleg fordítani, mint amit eddig csináltam, hogy legyen valami, ami pótlék, ami ami esetleg kitölti úgy a napjaimat, hogy értelme van, és hát ugye itt kiragyog egy fogalom az értelem, mert az igazság az, hogy az ember csak azért tud küzdeni, amiben értelmet talál. Odaadja erőit, és hogy akit szeretek, azért teszek meg bármit, és amit szeretek, odaadom az erőimet. Egyébként meg a túlélés pszichológiából is tudjuk, Viktor Frankl üzenetét hozom, ugye aki az, és mégis mondjuk, az életre című könyvében, ugye az alcíme a könyvnek egy pszichológus, aki túlélte a koncentrációs tábort, világosan elénk, tehát hogy az értelem az, a logosz, az isteni a terem értelem, ami ott ragyog az életünkben, hogy nincs véletlen születés, hogy rendeltetésünk van, hogy az útat végig járni az egy küzdelem, de egyben a talentumokkal való gazdálkodás is, hogy hogyan tudom hasznosítani magam és mások érdekében, és hogy akiért, amiért élek, azért vagyok hajlandó küzdeni és élni. És ugye ő azt az üzenetet hagyta meg, egy mondat, Akinek van kiért, miért élnie, az szinte minden hogyan elvisel, hisz ő is szeretteiért, az elégetett könyveinek a megírási reménységéért, ezekkel az érzésekkel töltve magát, tudta túlélni fizikailag már a félhalott állapotból is azt a koncentrációs tábort, ami óráról órára csak a halált állította elé, és hogy túllépni minden félelemen, és előre tekinteni úgy, mint ahogy például most a COVID-tal kapcsolatos vizsgálatok igazolják, hogy az az ember a legegészségesebb, és fizikailag, lelkileg egyaránt nagyon jó állapotban van, aki már most azon töri a fejét, hogyha vége a covid érának, mit fog csinálni. Tehát annyira előre menni, előre tekinteni a fejlődés azt kívánja, nézz előre, és már most tervezd azt, ami a távol jövő. Mondanom sem kell, hogy nem tudom megállni, hogy itt ne beszéljek magáról a hit tényéről mert a hit egy olyan emberi képességünk, ami ha nem áll elég erővel rendelkezésünkre, hogy megtervezzük a jövőnket, hogy előre tudjunk tekinteni, hogy bizakodjunk abban, hogy tudjunk reménykedni abban, hogy a dolgok jóra fordulnak, akármilyen ma, minden nap új szemmel néz, optimistán előre nézni, kellő derűvel feltöltve, és szinte úgy nézzünk elébe, még az esetlegesen várható negatívumoknak is, hogy te hisz, túléljük, megköztünk vele, és miénk az élet, és az élet élni akar, az életet nem tudja senki elpusztítani végső soron, és hogy ebben a hitben élni, ez azt jelenti, hogy nem köthetjük magát a hitet, csak felekezeti privilégiumként valamely egyházhoz, és az egyházak is a dogma rendszerükben úgy használják föl a hit képességét, hogy erre építenek, hogy az emberben ez a spirituális dimenzió, ami ugye Frajta Tamás mondta azt, hogy van egy határ, ami fölött senki nem tud semmi biztosat, de hogy minden nap meg kell küzdenünk újra az életünk értelméért, szinte minden nap meg kell küzdenünk. Na, ezt nevezem én, egy olyan fajta hitnek, egy olyan pozitív szemléletnek, amely engedményt ad arra, hogy mindenki gondolja arról a bizonyos határ fölöttiről, ahol már csak az ismeretlen van, azt, amit ő akar, és hogy ezért elfogadjuk a másfélét is, és ugyanakkor megadatik az a jog, és hogy magam például hívőnek nevezem, Isten hívőnek, vallásgyakorlónak, a magam vallásának a kereteiben, és tisztelem másnak is a hitét. Tehát ugye látjuk, hogy a, ha az egész életutat szemléljük, akkor az idősödésben is, ahogyan ha Ráncok voltak az életünkben, hogy is mondjam, viselkedésünkben. Idősödéssel csak a saját ráncaink fognak mélyülni, azok csak mélyülnek. Tehát egyfajta fejlődési felelősségünk is van magunk és egymás iránt, hogy ahogy idősödünk és az időskor meghatározott szakaszába eljutunk. Erik Erikson azt mondja, begyűjtötted a csűrbe már mindazt, amit egy életmunkájával fő össze e, tudtál gyűjteni, most akkor itt van a csűr, ne hidd, hogy magad vagy egyedül, vagy magadra maradtál, nincs semmi, kincseid vannak, és használd ezeket a kincseket. És a megőrzés az egyik nagyon nagy feladat, és a dignitás a méltóságnak a, a feltétlen őrzése és támogatása Emberi méltóság, hogy akkor is ugyanaz vagyok, hogyha már esetleg sántikálva tudok járni, mert egy egész élet van mögöttem, amiben megküzdöttem mindazzal, ami előttem volt feladat, és most, amikor bejutok ebbe az életszakaszba, jó, ha azt tapasztalom, hogy elfogadnak engem, és emberhez méltó módon bánnak velem. A méltóság teljes idősödésről beszélgetünk ebben az adásban. Sok kulcs szót ki lehetne ragadni az előbb hallottakból. Derű, szeretet, megtalálni a hasznosságunkat, az értelmét az életnek, közben pedig hinni és reménykedni abban, hogy minden jóra fordul. Eszembe jutott közben a szeretet kapcsán az önszeretet, hogy rendben, hogy engem szeretnek, rendben, hogy én szeretek valakit, de szerintem a méltóság teljes és a boldog idősödés és a boldog élet nem működhet anélkül, hogy szeretem magamat elfogadom magamat. Való igaz. Az önszeretett fogalma körül ma nagyon sok zavar van, mert hogy az ego, az én, maga is egy nagyon összetett szerkezet. Erről mi úgy megfeledkezünk, mint hogyha az ego olyan volna, mint maga a globus egy kerek egész. Egység. Hát igen, csak rétegeiben. Mert van a subjektívén, hogy magam minek tartom, kinek tartom. Van a visszatükrözött én, hogy te milyennek látsz engem. Van a tulajdonított én, hogy én mit gondolok arról, hogy te mit gondolsz rólam. És van az ideálén, ami felé szüntelen törekszünk, mert koromban is megvan az az ideál, hogy ki az, aki úgy idősödött a szemem előtt, és úgy ment el ebből a világból, hogy fenn volt az ember magasán, mint ahogy áprilililajos ezt a kifejezést annyira szeretem használni, mert hogy minőségünk van, és egy minőségre törekszünk és hogy ugye fenn lenni az ember magasán, hát egy feladat mindannyiunk számára. Van az önszeretetnek egy olyan formája, vagy megélési módja, ami függetlenedik mindenki mástól, és akkor azt próbálja, hogy legyen nekem jó, én hedonikus módon tudjam élvezni az élet gyönyörűségeit, kimondom azt a nagyon ártalmas mondatot, hogy nekem jár az, hogy én, az egóm megkapja mindazt a világtól, amire szükségem van. Az önszeretet valójában a szubjektív egónak a föltáplálása igen-igen hatalmassá. Gyökösi Endre, teológus azt mondta, is, betegségében szenvedünk, az én gyulladásos megnagyobbodása, ami mindenképpen kicsit korságnak tekinthető, mint minden gyulladás, vigyázzunk. Mi az ön szeretet a szeretet mint ami? Hogy, hogy szeret az ember, édesanyánk, hogy szeret? hogy gondoskodik rólunk, odafigyel a szükségleteinkre, hogy támogat, hát mit is soroljak még. Mindünknek volt, van, hál' Istennek pozitív tapasztalata, milyen egy jó anyai szeretet. Hát hogy tudjuk szeretni önmagunkat, ha valóban úgy gondoskodunk magunkról, hogy közben nem feledkezünk el arról, hogy mi nem egyedül vagyunk a világban. Társas lényként születtünk, úgy, hogy édesanyánk szíve alatt nőttünk föl, és nem tudunk létezni csak társ kapcsolatban. Az ember páros, társas lény, és ezért az ön szeretet azt jelenti, hogy egyben a létfeltételemű szolgáló másik ember is benne van, ha nincs benne az nem önszeretet vagy hogy is mondjam, ha nincs benne a másik, akkor arra irányul a reflektor, hogy szubjektívén, hogy én, én egyedül a föld vagyok, mint minden ember és szakfog titok idegenség, lidérces veszifény. Na de úgy, hogy folytatódik a vers, de jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Erről van szó. Meg arról, hogy a tulajdonított én, meg az én ideál, meg a környezet. Tehát millió vetülete az énnek nem radírozható le, és így az is egy ilyen szubjektíve, önfelnagyításban szenvedő létállapot, amire ez a tulajdonra épülő identitás kultúra, hogy mit van, van tulajdonod, van pénzed, van vagyonod, egyoldalúan a szubjektív énnek a hatalmát hangsúlyozza, és nem ezt a komplex ént, amiben benne van a óvó benne van a másik, én és a másik. Nem lehetek boldog, ha nem teszem boldoggá a másikat, ha mellettem az, aki velem él, nem részesedik ugyanúgy az, azokban az érzelmekben, hiszen akkor teljes a világ, ha megélem az adás gyönyörűségét. Ezért van Erikssonnak igaz, a felnőtt vagyok, ha már tudok adni. Mert megélem azt, hogy kaptam, de most aztán gyakorolom az adást, és az adásban megélem azt a boldogságot, hogy a másik boldog és a vissza visszatükrözött boldogságban tud az énem megnőni arra, hogy jól érzem magam a bőrömben. Hát csak egy anyai érzésre utalok, amikor ott szuszog az a pici baba a válladon, és amikor érzed az illatát, és amikor adsz neki táplálékot. Tehát az adás gyönyörűsége. Ne meg is feledkezz magadról, mert az én és a másik viszonylatában a másik kerülhet központi helyre, és tulajdonképpen ez az élet nagy üzenete. Hát a Harvard boldogság kutatás, vagy akár a Princeton Egyetemen végzett, vagy a Wisconsin Egyetemen végzett nagy, ezek ilyen longitudinális időben folyamatban zajló kutatások. Mindegyik közös nevezője, hogy időben, folyamatában azt hozza ki, hogy akkor érzem magam jól a bőrömben, és akkor maradok fizikailag is egészséges. Ha van valaki, egy fontos személy, akinek a legfontosabb vagyok a világon, ez az első tétel, ami a kutatásokból döbbenetes, hogy mindig újra első helyre kerül mindöntő tényező. Van valaki, aki olyan érdekes, akire olyan, aki ne, van valaki, akinek rád szüksége van. Ez a szükségeltség. Ezt már Angyal András pszichológus elmondta 50 évvel ezelőtt, de most újra a boldogság pszichológia szembeállít, hogy legyen rád valakinek szüksége. Tehát amikor én, én nem tudok már érvényesülni semmivel a világon, hogy vagyok, mert ez a cselekvésben, a segítésben, az adásban lehetek valaki, akkor azt mondják nekem, kérlek, segíts, én éppen lumbágóval küzdő idős vagyok. De érdekes, elmúlik a lumbágóm. Milyen érdekes, mi történik a szervezetemben? Az, hogy fölül kerekedik ez a fajta csodálatos hatalom, hogy az élet megkapja az éltető fizikai erőit is, hogy én tudjak szolgálni, adni a másiknak. Tehát ezért rájön arra a tudomány, tehát az első tétel volt, hogy a párkapcsolat, és hogy párban fontos személy, a második, hogy legyen családod, akármilyen viszontagságos az, mert tudjuk, hogy ez egy nehéz küzdelem, ahol megpróbáltatik az ember, hogy Kibírja, nem bírja, és hogy tudja megvalósítani, hogy tudja a, a műalkotását megépíteni. És ugye a harmadik pedig egy viszonylag kisebb számú olyan ö, szűk, de határozottan érzelmileg jelentős baráti kör, akikkel tudok találkozni, és akkor tulajdonképpen egy ilyen érdekes kis világot tudok fölrajzolni amit hát Vörös szépen elmond, hogy egész világ nem a mi birtokunk, amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk. És hogyha ilyen boldogságfészkekben gondolkodunk, hogy párom van, családom van, baráti köröm van, és így tudok adni, és így teljesítem az felelősségvállaló, elköteleződött, felnőtti élet parancsát, mert ez parancs, hogy legyünk hasznára a világnak. És hogyha még ehhez hozzájárul egy világnézet is. Egy olyan világnézet, ami nem hedonizmusra épül, és nem földhöz ragadt, hanem azt mondja, hogy van egy küldetése, tehát megszülettél, akartad, te se, én se. De ha már itt vagyunk, az nem véletlen. És akkor ugyan rájövünk-e arra, hogy hol van a szolgálati helyünk és azért beszélek szolgálatról, hát azért ismer ez az én hitem, meggyőződésem, de azért, mert a pszichológia mindenben megerősít engem abban, hogy szolgálat, hogy ha tudok adni magamból, mindig jobban előre visz az élet. Ha magamnak kuporgatok bármit, Valószínűleg inkább vesztesre állok. És hogy ezért adni annyi, megosztani annyi, mint kiterjeszteni az éneme, hatalmát a világban, és a szeretet hatalma az igazi, és a szeretet és hatalom páros szövetsége az igazi a világon, amikor a hatalom a szeretet erő erőivel próbál munkálni a világban szépen lassan azért kanyarodjunk a COVID-ra, illetve arra a hatásra, amely a lelkünkben majd tapasztalható lesz. 2020-ban a Szemövejsz Egyetem egyik pszichiátere azt mondta nekem, hogy majd amikor a COVID-nak vége lesz, akkor jön Magyarországon a pszichés betegségek cunamia. Lehet, hogy már jelen időben kell erről beszélnünk, mert hogy egyre rosszabbul vagyunk állítólag, de mit mond erről a szakember, professzorasszony, van-e fény az alagút végén a gondolkodásmódunk, az megint csak segíthet ebben a helyzetben, és a COVID is egy olyan körülmény, amelyhez igazodnunk kell, és megtalálni az új társas kapcsolatainkat, megtalálni annak a formáját, amit lehet alkalmazni, és megtalálni a hasznosságunkat, az értelmét az életünkben. Hát az utolsó szóhoz kapaszkodom azért, és, és azért is kötődöm teljes meggyőződéssel ehhez, mert minden életszakasznak és minden élethelyzetnek megvan a maga értelme. És ha abban az elgondolás rendszerben közelítek az életem jelen, vagy életünk jelen nehézségeihez, hogy nagyon fontos, hogy úgy nézzünk vele szembe, mint egy olyan kihívással, mint amit pár mikor Kevésbé nehéz életszakaszokban is tapasztalhattuk, van feladat. Én csak a, azért érzem fontosnak a diagnózis alkotást, hogy hol tartunk. Nem azért, hogy rémképeket idézgessek. Nem azért, hogy riogassak bárkit azzal, hogy mennyire len van a lelki életünk, hol vagyunk padló alatt, mindenki, COVID-fáradtság, stb. Leközlik a cikkekben, Domenico Astorino, ugye, hogy, hogy a COVID-fáradtság, hogy az majdnem olyan, mint a depresszió, de már tulajdonképpen bele is megy a depresszióba. Hát, ha nekem olyan jóslatot adnak elém, hogy figyelj, csak még nem érzed, de majd ez fog következni. Hát ezek nagyon hátrányos jóslatok. De egészen más az én viszonyulásmódom, azt mondom, csak arra jó a diagnózis alkotás, hogy láthassuk, hol vannak a szorított helyzetek, hol kell már most felkészülni, már most. Arra, hogy most is, de a jövőben is meg tudjuk segíteni, hogy ezek az állapotok ne romoljanak, ne súlyosbodjanak. Kétségtelen, minnyájunknak nagyon nehéz. De mindenki a saját személyisége púpját hordozza, vagyis hogy mindaz, ami az egész szocializációban kapott hozomány, mivel tud küzdeni, hogy tud viszonyulni félelemhez, fájdalomhoz, bizonytalansághoz, milyenek a pszichológiai megküzdési mechanizmusai. Ugye hát az Ola Attilára hivatkozom, és még az időskorra is kapcsolatok, hogy milyen érdekes, hogy ugye akik kellően differenciált pszichológiai immunrendszerrel rendelkeznek, tehát a lelki és a kapcsolati védekezésnek nagyon jól megtanulták a különböző módjait, azok például mind az idősödés különböző úgymond nehézségein könnyeden túljutnak, és igazán nem érzik ennek a valódi súlyait, amik esetleg léteznek, de ugyanakkor a jelen állapotra is érvényes. Egy jó pszichológiai immunrendszerrel, amiha eddig nem volt, akkor tanuljuk, 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 mi a teendő, hogy, hogy viszonyuljunk dolgokhoz, hogy hogyan tekintsünk túl a jelen pillanaton, hogy hogy tudjunk már most előre nézni, hogyan tápláljuk. Nekem azt kell mondjam hívő embernek, a bizonyos mértékben könnyű dolgom van, mert is én akár a Biblia napi üzeneteit tekintem, akár az imát, olyan lelki eszközeim vannak a vallási, vallásgyakorlatom révén is, amik mindig újra töltenek, amik hogyha nagyon letörnék, és nagyon esetleg átadnám magam egy aktuális nehéz helyzetnek, akkor fölemelnek. De hát mindannyiunk számára adatot, és megadatik, hogy olyan módon állítsuk be az életünket, gondolkodásunkat, viszonyulásunkat, hogy abban benne legyen nem a hit üzenete vagy a vallásosság felől. Akinek igen, az valóban azt gondolom, örülhet, hogy ezt a táplálékot megkapja, de akinek ez nincs, hát annak is van mit tanulni, és van. Hová tartani az életben, hogy kicsit úgy mondanám, Münchhausen módra, hát ha más nem segít rajtam, vagy úgy látom, hogy nagyon magamra vagyok hagyva, van nekem saját erőm, csak hogy ugye, amikor kifelé akarok tartani, hogy kiszabadulni, akkor az a pszichológia üzenete először merőj saját magadba. Milyen erőid vannak? Hol vannak a te belső erőid? és akkor az erőforrások megkeresése. Ez nagyon fontos. Az erőforrásaink ott vannak egész fejlődéstörténetünkben. Kik azok, akik ideáljaink voltak, akik megküzdöttek, akik, akik úgy jelennek meg a mi világunkban, hogy igen. Úgy nézek föl rá, hogy tudott küzdeni úgy nézek fölre, hogy szeretett és tudott szeretni. Mindazok a kincsek, amiket összegyűjtögethetek, bennem vannak, a forráshoz kell vissza, az erőforráshoz kell visszamenni. És ugye vannak a pszichológiában olyan megküzdésmódok, olyan bátorító, hogyan küzdhetem le a félelmet. Hát a, nem, a félelem nem én vagyok, a félelem valami, ami bennem van. Akkor tegyünk egy olyan pillanatnyi elválasztást, vagy te, és vagy a fe, van a félelmed. Milyen az a félelem? Hol találkoztál vele először? Honnan került ez beléd? Nem ezzel születtél? Hogy került beléd? Vagy ha ezzel születtél, netán, milyen ez a félelem? Tényleg, visszaemlékszel. De most nem akarom ezt gyakorítani még, hogy tovább mondjam, de kibogozni, mert a itt és most van jelenben, föllépő félelmek kétágúak. Az egyik a szeparációs magára maradottságtól, életelvesztéstől, haláltól való félelem. Na de a szeparációs félelemmel születünk abban a pillanatban, amikor világra bújunk, már is elszakadunk. És az elszakadás egy folyamat eredménye, hogy ben nagy erőkkel forogva próbáltunk életre kapaszkodni. Egy olyan alagúton, egy olyan ö, úton kellett kiforogni, mint egy világra magunkat, amiben végre fényre jutottunk. Ez az, ami az első nagy félelem, imprinting bevésődés. Az ember félelme, ez a szeparációs félelem. Benne van a hét hónapos korú szorongásban, mikor a szimbiózis fölbomlik, és látom, hát nem én meg anyukám egyek vagyunk, hanem ő egy másik, akkor már az elvesztésétől, hiányától szenvedek. Így egész életemben, hogy ne legyek magam egyedül, de a magány értelmében, hogy szeressenek, hogy tudjak szeretni. Ez vonul végig az egész életen. És tulajdonképpen ugye ez a félelem a halálfélelem is hogy a megsemmisülés hova megyek. Vissza nem ugyanoda a az alagútba, amiből kiforogtam, valahova bizonyára igen. Az élet örök. Most, akinek az életkapuit bezáródik, az valóban úgy gondolom, hogy eléggé kétségbe eshet. De hát ezen Különösebben e pillanatban nem tudunk másként segíteni, mint hogy azt mondjuk, hogy gondolj csak el, hogy ha te úgy gondolod, hogy ott azon a ponton vége, akkor is mi mindent alkottál tettél egész életedben. Tehát ezzel a gondolattal huny leszemed. De most hagyjuk el a szeparációs, ez a velünk született közös félelem, olyannyira, hogy filozófiák épülnek erre. Ugye tudjuk, az egzisztencialista filozófia be vagy vetve a nagy. Világ úgy, hogy a, a veled született egzisztenciális szorongás, létezési szorongás ott van, amivel harcolunk, küzdünk egész életünkben. De és akkor vannak a, hogy is mondjam, apró szorongások. Nem akármilyen, hogy például pánikbeteg leszek. Bocsánat, én nem minősítem le a pánikbetegséget, de az tényleg úgy van, hogy pontosan tudjuk, a tünetekből már tudjuk, hogy amikor nem vagyok fölkészülve egy helyzetre, és nincsenek közdési eszközeim, se reménység, se kapaszkodók, se segítség, akkor beleeshetem olyan állapotban, amikor úgy érzem, meg semmisülök. A megsemmisülés érzés nagyon veszedelmes, de nem szaporációs szorongás, nem, ez egy egészen más természetű dolog. A nyúltagyi oxigénérzékeny sejteknek a túlreagálásáról van szó biológiai értelemben. Tudjuk, ismerjük a mechanizmust, hogy függ össze hibás légzéssel. Belekergetjük magunkat a pánikba, amikor biológiailag egy kicsit a szervezetünk kibillen, helyreállítható. Az állapot maga, hogy ne kerüljek be ebbe az állapotba, egész egyszerű utakon, gyógyszeresen, nagyon szépen helyreállítható, de az ok, hogy miért kerültem be a pánik helyzetbe, pszichológiailag megfejtendő. És ez az érdekes ok is történet. Mert az emberi dolgoknak nem oka van, mint a természettudománynak, hanem története van események sora. És meg tudom fejteni, rá tudok jönni segítséggel persze. Erre jó a pszichológiai szaksegítség. És kiderül, hogy én honnan hoztam ezt, hogy ennyire kétségbe tudok zuhanni. És olyan, csak néhány példát hagy mondjak már, hogy visszakerülök abba a pici gyerek koromba az emlékezett útjain, szüleim elmondják, vagy szeretteim, hogy tulajdonképpen anyukám túlvédett, és nem engedte, hogy én kipróbáljam magam egy-egy helyzetbe. És ezért akár mit fogtam, már a szemén láttam a riadalmat, jaj, gyerekem, csak semmi bajod ne legyen, és ezért tapasztalatlan maradtam olyan valóságterületeken, ahol más olyan ügyes, annyira föltalálja magát, olyan bátor, olyan módon neki megy a dolgoknak. Csak egy példát mondtam, számtalan történeti út fejthető fel, és a pániktól megmenekülök. A pánikkal lehet beszélni. A pánik az nem én vagyok, a pánik belém költözött, ahogy a depresszió is. És hát nyilvánvaló, mindennek van testi megélése is, ráadásul ma már tudjuk a törvényt. Ha depressziós vagyok, az immunrendszer is depressziós, a szervezet is depresszív módon működnek, minden nem megfelelően működik bennem, ami fenn az len. Összhang van, harmónia. Ezért, amikor megfejtem a folyamatot a tudatos keresés pszichológiai szintjein, azok úgy hatnak le velem, együtt, bennem, párhuzamosan, parallel, ugyanazok a gyógyuló folyamatok zajlanak. Ha a félelem megfejtődik, hogy mi által keletkezik, és a méregfogát ki tudjuk húzni, akkor már a szervezet ugyanazokat a hormonokat nem fogja termelni, mert csak arra gondolatra indítja el, hogy termeljen, hogy lenni is ugyanazok a folyamatok történjenek. Nos tehát, Covid érában vagyunk, és így tudjuk, hogy nagyon sok az első sorban egzisztenciálisan bizonytalan helyzetbe kerülő ember, és ez a bizonytalanság az, ami distressz. A distress olyan helyzetekhez kötődik, ahol tehetetlenek vagyunk. Tehetetlenek, kiszolgáltatottak, és nem tudjuk a kiutat. Azért van teremtő, jobb agyfélteke, kreatív agyunk, fantáziánk. Azért van lehetőségünk, hogy túl szárnyaljuk a realitás határait is előre. Tudjuk a hitet működtetni a reménységi szomzatával. Én azt állítom, pszichológiai szerveink vannak, ilyen a lelkiismeret, pszichológiai ö, eszközeink vannak. A ger, lelki gerinc, ugye valójában a mi identitásunk, a lelki gerincünk most hát a lelki gerincünk nekednek a tartásnak mi ad igazán e, újra és újra tápot. Hát a reménység, az meg a lelki izomzat. Na most mi agyba főbe edzük a fizikai izmainkat. Kérdezem én a lelki izomzatot, miért nem edzük? Az pedig azt kívánja meg, hogy minden nap újra tudjunk reménykedni, hogy holnap már jobb lesz, és töltsük, üzenjük a testbe is azokat az üzeneteket, mert a test szolga, és küldjük az üzeneteket, és a test megvalósítja. Ha azt az üzenetet küldöm, hogy jobb, már holnap jobb, holnap után még jobb, akkor a test veszi az üzenetet, azt mondja: akkor harcba, akkor gyerünk, akkor rendszerem is, akkor küzdésre állunk. És akkor ezt a küzdési vonalat viszi. Vitalitás generátorok segítségével az egész szervezetem. Ezért van jelentősége, hogy hogyan szemlélem a világot, hogyan fejtem meg a világ üzeneteit. Mert hadd jelentsem ki: a világ jelentés, mit jelent neked bármi is, a világ üzenet, mi az üzenete egy-egy dolognak. Ugyanaz a dolog egészen mást jelenthet, a te élmény, Történetet beágyazottságában. Az a kontextus, ami megadja a jelentést. Ezért a történetek, az, a megélésnek az útja, a kulcsa minden megértésnek. És ezért én nem győzöm hangsúlyozni, hogy ne maradjunk egy, ez az első pont, ne maradjunk egyedül. Ha tehetetlenek vagyunk, ha beszorongunk, nem maradj magadra, és a társas támasz, így nevezi hivatalosan a pszichológia azt a coping, lelki megküzdési mechanizmust, amire hát számos vizsgálat. Többek között megint Olá Attilára kell hivatkoznom, aki a társas támasz fogalmát is hangsúlyozza, és a pszichológiai immunaktivitást, az egészséges és a boldog életnek a feltételrendszerét ugye Magyarországon leginkább kultiválja, most, hogy annyira kell a társas támasz. Mit jelent a társas támasz? Az, hogy nem maradj egyedül, és hogy segítsünk egymáson. És én megtapasztaltam, hogy a vele altruista ösztön, mert van ilyen, a genetikailag programozott, különösen akkor kell életre, amikor érezzük a bajt magunk körül. És ezt tapasztaltuk a Covid első időszakában, amikor még tudtunk tapsolni, énekelni az orvosoknak, vittünk elemúziát, amikor még egyek voltunk a bajban, és nem hagytuk, hogy szétszakítson minket a kín, hanem próbáljunk meg ketten együtt már megosztott teher, fél teher, annyi közmondás is szól emellett, és hogy próbáljuk meg együtt, és ez tanít minket a Covid nap, mint nap tanít, és a nagy tanítómesterre figyeljünk, hogy egymásra tekintettel lenni. Mi az, hogy tekintettel lenni? Szemkontaktus. Hogy figyeljünk. Tudni lik, igazolt tény, hogy a szemen keresztül aktiváljuk a jobb agyféltekei tükörneuronokat, és tudunk szociál energiát egymásnak adni ezért rád nézek bizakodón, és már is ben vagyok a te, a te, belső világodba, a te tükörneuronjaidba, te meg az enyémbe, és már egy olyan fajta láthatatlan szociális energia csere történik, ahol nem foglak búsítani szellemi környezetszennyezéssel, hogy olyanokat juttassak be a te tudatod mélyére, hogy ez a világ pusztulásra van ítélve, hanem azt üzenem neked, hogy ez a világ mindig is megőrizte magát, az életet megőrizte. Az élet elpusztíthatatlan, tartsunk össze, tarts velem, én segítek neked, te segítesz nekem, együtt többre jutunk, összetartozás és eljutunk olyan kulcsfogalmakhoz, amiket nem tudunk soha többé már megkerülni. Nincs atomizált világ, nincs egoitis, összetartozás van, egymás segítés, egymásnak minden búját, baját megsegíteni, mert ha én segítek másnak, az altruizmus kutatás azt igazolja, az én immunrendszerem jobb állapotba került. Pedig én segítettem neked. Te meg segítetted az én immunrendszeremet, hogy az olyan állapotba kerüljön, hogy én újra tudjak segíteni neked vagy másnak. És így lesz a világ kerek egész. A pozitívumok adódnak össze, és így lehet előre tekinteni bizakodással. Mert Egyszer vége lesz, mondja Radnóti Miklós, de tarts ki addig lélek, védekez. És ezek a megküzdési módok, amikkel tudunk védekezni. Magunk és egymás érdekében. Most érezzük igazán az együttességnek a megtartó hatalmát. Lehet, hogy nem csak én, hanem nagyon sokan a hallgatók közül most azon gondolkoznak, hogy hogy tudnék én is eljutni erre a szintre, erre a gondolkodási szintre, és akkor segítsünk nekik egy kis praktikával. A derülátás, a pozitív gondolkodás kezdődhet azzal, hogy esténként elgondolkozom, és mondjuk hálát adok három dologért. Teljesen mindegy, hogy kinek, nem feltétlenül a jó Istennek, vagy hát nyilván én is a jó Istennek tenném, de ez ne legyen megkötés, csak egyszerűen gondoljuk át az életünket, vagy gondoljuk át azt a napunkat. Hogy van-e miért hálát adnunk, és, és mondhatjuk-e azt pozitívan, hogy biztos, hogy fogunk találni? Ezt csak megerősíteni tudom tiszta szívből. A pozitív pszichológia nagyon sok olyan praktikus üzenettel szolgál, hogyha az én szocializációm során szüleimtől nem töltöttem le azt a szoftvert, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, hogy én tudjak ilyen módon gondolkodni vagy viszonyulni az élethez, akkor most sose késő tanuljak meg. És ilyen az egymás segítés, ilyen a jövő eltervezése, ilyen hosszú távú életcélok megteremtése, ilyen, amikor tíz éves élettervet írok például, hogy mit szeretnék elérni, és függetlenítem magam attól a kegyetlen realitástól, amely ott kopogtat, és azt mondja, hogy tehát most mibe vagy, hogy mersz álmodni. Igenis, merünk álmodni, mert minden előrevivő a világon nagy álmokból született meg és ezért fogjunk össze magunk és mások is. Tervezzünk, segítsük egymást, tudjunk megbocsátani. Ez is benne van. Milyen csodálatos a megbocsátani kép, való képesség. Benne van abban a repertoárban, ami tudományos vizsgálatokkal Szonya Jubomirszky, hogy a tisztételes boldogságfokozó gyakorlatok sorába leírt. Hát akkor mindenkinek csak azt ajánlom, bizony, törődjön a belvilágával is legalább annyira, hogy mindezeket legalább próbálja utánkeresni, mi a teendő, és ezeket a nagyon egyszerű dolgokat, hogy hálaadás, tehát akkor miért ne lehetne a napra úgy nyitni reggel, hogy örüljünk, hogy kinyitom a szemem, és ma valami jó történik? Hát honnan a garancia rá, hogy jó történik? Mert akkor az agy arra állítódik be, hogy keresse a pozitívumokat, és nem veszi észre a negatívumokat. Tehát lehet úgy iskolázni saját magam, és lehet úgy a közösségi kapcsolatokat is iskolázni. Ha én tudom, hogy környezeti szennyezés, lelki, értelemben környezeti az, hogyha búsító dolgokat mondok, akkor megteremtem azt a helyzetet, hogy a nagyon keserű pillanataimat olyan valakivel egy baráttal osztom meg, akivel rendszeresen tudok kommunikálni, és akkor megegyezünk abban, hogy a barát fogadja, majd én is elmond, ő is elmondja nekem. Ugye ez a co már egy kidolgozott olyan eljárás, például egy, egy mini pszichoterápia egymás számára, hogy azért ventilálj, hogyha a feszültségeidet őrítsd mákiát, ne hordozd magadba. De ahogy kiürítetted, úgy jussunk túl rajta. Emeljük föl mindketten a fejünket, mert hiszen az élet örök, és nézzünk előre. És sok-sok hasonlót tudnék még mondani, de úgy gondolom, azt az önálló aktivitást is el kell érnünk magunkban, hogy mi akarjunk. És az életbátorság, ez a belső akarás, hogy az élettel el akarok számolni, hogy minőségi szintre tudom vinni a legrosszabb körülmények között is. És az akaratra egyetlen példát hagy mondjak. Mérei Ferenc az én mesterem, munkaszolgálatosként olyan munkára volt kárhoztatva, ahol hatalmas ládákat kellett, 60 kilós ládákat kellett egy teherautóra fölrakni. Ahogyan ment, hogy felvegye magára a ládát, azt mondta az egyik őr. Te ez össze fog csuklani, ez nem bírja. A, mire felvette a vállára a ládát, azt mondja a másik. Látod? Hajd, mert ő lélekkel csinálja. Na most, tehát ezt szeretném mindenkinek üzenni, elaboráció, földolgozás, bízni önmagunkban, a nehézségek idején is mindig fölemelkedni, mert saját magam ki tudok emelkedni azzal az akarással, hogy tudom, hogy van magasabb cél a túlélés, életben maradás, egészségben maradás. És mindenkinek ezt az belső akarást kívánom. Ezt az elaborációs, vagyis a feszültségeket, értelmes dolgokba beledolgozó akarást. Akarok élni, akarom a szeretteimet életben tudni. Ez legyen a vezérlő az életünkben. És vajon ez a jó példa tud ragadós lenni, tud ez úgy terjedni, mint a COVID, akár hogy hasonlatot is mondják, hogyha elkezdek másképp gondolkozni, akkor megtaníthatom a páromat is másképp gondolkozni, és ő megtaníthatja a munkatársát. Okay ez valóban pozitív ragá is van. A nevetés ugye ragályos dolog. Mennyire jót tesz, hihetetlen immunstimuláns, endorfinokat termel a szervezet. Fantasztikus mozgósító hatása van. És hogy, hogy termelődik közösségben. Vagyis a közösségben való pozitív gondolatok terjesztése és a negatívakra nemetmondás, az egyik legfontosabb feladat most közösségi szempontból: terjed, pozitív, pozitív ragáját tehetjük a pozitív gondolkodást. És akkor az utolsó kérdés a felkészülésre vonatkozik, de azt hiszem, hogy mindenki egyetért velem abban, és talán professzorasszony is, hogy a felkészülés az idősödésre az talán anyaként kezdődik, amikor a gyermeket a szívem alatt hordom, megszületik, és őt tanítom meg arra, hogy hogyan gondolkozzon, hogyan álljon az élethez, majd pedig én leszek neki az öregedésben a példa. Ehhez nincs mit hozzátennem annyira igaz. Szívem mélyéből mondta, és ezért felelősség a nevelés, ami növelés is, a bennünk hozott magunkkal hozott lehetőségek felfedezése, olyan Binswanger filozófus szavait használva megszentelt figyelemmel, amelyel a gyermekben látom azt a jövőt, ami benne lakik, és azt próbálom erősíteni. És így mindazt, ami az életem, szívem java, azt úgy adom át neki, hogy mutatom a mintát. Mert ettől jobb, mint a tapasztalati tanulás, mint magának a modellkövető viselkedésnek a a ja, hát tulajdonképpen felhasználása, magamba építem mindazt, amit kaptam, környezetemtől, szüleimtől, és így készülhetek egy olyan idősödésre és öregségre, ahol valójában tudomásul veszem, hogy van egy biológiai korom, és hálát adok, hogy ezt elértem. Ugyanakkor előttem a sok-sok cél még, ami ma már nyilvánvalóan elsősorban mások életének a megkönnyítését szolgálja, és ha ezt szívből tudom tenni, akkor értéke és értelme van az életemnek az utolsó pillanatig. És végül engedjen meg egy személyes kérdést az interjú végére. A tudat is azt hiszem egy kulcs szó lehet ebből a beszélgetésből, vagy kulcsfogalom. Ön mikor ismerte ezt föl? Mert az egyértelmű, hogy küldetést folytat ezzel a beszélgetéssel is, meg a sok-sok okos gondolattal, amit sok fronton, sok fórumon megoszt. Szinte hálás vagyok ezért a kérdésért, mert én hitben nevelt, vallásosan nevelt gyermekként, valójában azt, hogy van egy életrendeltetés, azt én tudtam. Azért nem mondom, hogy hittem, tudtam. Amikor az életutamon, amerre én szerettem volna tartani, amerre a mozdalmaim irányultak, hogy magyar irodalommal, latinnal, latin fordításokkal, stb. foglalkoztam. Egy olyan filológus és tanár pályára készültem. Az élet mindenhol szinte akadályozott, hogy irányt vegyek e felé, és elterelt. Elterelt gyógytornász pályára, és nagyon nagyon méltatlankodtam. Tulajdonképpen itt bicsaklott meg a hitem, hogy mégis az Úristen miért nem segít engem. És ezt követően, amikor az életem úgy alakult, hogy éppen a pszichológia szak indult 1963-ban, és a származás miatti megkülönböztetés numerus clausus -a feloldódott, és engem felvettek egyetemre, én a helyemre kerültem. És ott értettem meg, hogy mi ez, hogy van predestináció, van elrendelés, hogy az Úristen olyan talentumokat adott, hogy azt parancsolta az életutam, hogy menj, és mint Jónás Ninivébe, máshova akartam ugyan menni, de oda parancsolt, hogy ezen az úton legyek. Úgyhogy én hitemben rendkívüli módon megerősödve úgy élem az életemet, hogy megtanultam megérteni, hogy mi az a küldetés. Köszönöm szépen, hogy itt volt az elmúlt Spiritusban professzor Dr. Bagdi beszélgettem, aki klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, professzor emerita. További jó egészséget és boldog idősödést kívánok a tehetem. Köszönöm szépen. A Spiritus adásait megtalálják a Spotify-on, de elérhetőek a népszerű podcast applikációkon keresztül a képmás.hu podcast rovatában és a Képmás magazin YouTube csatornáján. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztőm és a vezető Bóna Judit.